Ebben a podcast adásban izgalmas vizekre evezünk, hiszen kicsit túlmegyünk az elmén, és túlmegyünk azon, amit ki tudunk gondolni. Mert hát mennyiszer van az, hogyha fölmerül valamilyen dolog az életünkben, legyen az valamilyen probléma, kihívás vagy megoldandó dolog, akkor rögtön próbáljuk kitalálni a megfelelő megoldást. És legtöbbször az van, hogy így a meglévő tapasztalatokból próbálunk kiindulni, vagy esetleg tanácsot kérünk másoktól, és ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy így a meglévő körből próbáljuk kitalálni a dolgokat. Ez olyan, mint hogy ott van a mosógép, és abba pörögnek körbe-körbe-körbe ugyanazok a gondolatok, amiből nem tud kipattani semmilyen új, semmilyen kreatív dolog. De hogyha megvan az a képességünk, hogy kicsit lecsendesítjük az elménket, hogy kicsit más eszközök után nézzünk, akkor fölmerülhetnek új és kreatív dolgok. Ebben a podcast adásban ehhez szeretnék néhány eszközt adni, hogy ha már az összes gondolatot kigondoltuk, ha már minden dolgot átagyaltunk, jól átrágtunk, akkor nézzünk más eszközök után, mert van az elmén túl is bőven izgalmas terület. Szóval egy kérdés, hogy ha az elméddel meg tudtad volna oldani a pénzügyeket, akkor már lehet, hogy rég milliómos vagy milliárdos lennél. Vagy például az, hogyha az elménkkel már jól összetudtuk volna rakni azt, hogy milyen egy tökéletes kapcsolat, legyen az mondjuk valamilyen párkapcsolat vagy baráti kapcsolat, akkor nem abban élnénk, és igazából ezt élet bármely területére át tudjuk ültetni. Hogyha az elmével már meg tudtuk volna oldani, akkor már rég lenne arra valamilyen megoldás, és nem kéne miatt szenvednünk. És éppen ezért mondom azt, hogy érdemes az elmén túl nézni, meg túl látni, és természetesen nem mondom azt, hogy ne használjuk az elménket, mert nagyon jó kis eszköz, nagyon hasznos bizonyos dolgokra, bizonyos feladatok ellátására, viszont a helyzet az, hogy sokszor, például amikor próbálunk valamit megoldani, akkor a megoldás nem abból pattan elő, hogy próbáljuk kitalálni a dolgot, hanem néha a gondolatok között megjelenik egy kis szünet, na és abból a szünetből merülnek fel izgalmas dolgok. Ilyen például az, hogy reggel fölkelünk, agyalunk mindenfélén, próbáljuk kitalálni a dolgokat, mit csináljuk, hogyan oldjuk meg, aztán elmegyünk zuhanyozni, és hirtelen ott van a megoldás. És az életben mennyire gondoljuk értékesnek, mennyire tekintünk értékesnek azt, hogy folyamatosan gondolkodunk és próbáljuk megoldani a dolgokat. És amennyire hasznos az elme, legalább annyira haszontalan is, és úgy is tekinthetünk az elmére, mint egyfajta ilyen, most úgy mondom, hogy ilyen hibakereső rendszer, szóval próbál megvédeni minket a veszélyektől, és mindenhol elkezdi figyelni a hibát, mindenhol elkezdi figyelni a korlátokat. Viszont csomószor van ez az életben, hogy tényleg azok az átütő, áttörő dolgok, azok a csendből születnek meg, amikor sétálunk az erdőben, amikor nincs semmi dolgunk, amikor egyszerűen csak úgy vagyunk. És mi történik ilyenkor? Ilyenkor van tér, ilyenkor van terünk valami újra, van terünk arra, hogy beáramoljanak olyan inspirációk, amelyekre eddig nem lehettünk éberek. Hát, hogy is lehetünk volna éberek, mert a figyelmünk végig gondolatokra irányult. És ezt úgy is el lehet képzelni, mint hogy tényleg itt vagyunk mi egy ilyen végtelen térként, és érzékeljük ebben a gondolatoknak, meg az érzéseknek a színes kavalkádját, de ezt ugyanúgy a tér veszi körbe, és ugyanúgy, ahogy a gondolatainkat is tudjuk irányítani, hogy az egyik gondolatból ki tudjuk vonni a figyelmünket, és rá tudjuk irányítani egy másikra, ugyanúgy meg tudjuk csinálni ezt az érzésekkel is, és a gondolatok mezejéről is el tudunk kalandozni, és egyszerűen tudunk úgy létezni, hogy persze fölmerülnek gondolatok, de azok egyáltalán nem fognak minket megzavarni a létezésbe, és ha átállunk erre az újfajta működésre, hogy nem mindig kitalálni próbáljuk a dolgokat, hanem hagyjuk működni az energiát, hagyjuk működni a tudatosságot, jelenlétet, és nem csak a gondolkodást, akkor izgalmas dolgok merülhetnek fel. És hoztam egy-két olyan eszközt, ami segíthet erre a másfajta működésre ráhangolódni. Oké, például fölkerünk reggel, ott vagyunk, van rengeteg feladat előttünk, hát melyikkel kezdjünk? Az elme azt mondja, hogy hát kell kezdeni a fontossal, nem, a sürgőssel kell kezdeni, és akkor ott van bennünk ez a frusztráció, meg ott van bennünk ez a zavarodottság, hogy jó, oké, de akkor most melyikkel kezdjünk. És hát rengetegszer lehet olyan, nekem is csomószor volt olyan korábban, hogy ahelyett, hogy tényleg elkezdenék csinálni bármit, így frusztrálom magam, hogy basszus, ennyi feladat van itt, aztán így nagyon lassan kezdek neki bárminek. Nekem ami nagyon sokat segített ezt megváltoztatni, ez tényleg egy-két kérdés, és mégpedig az, hogyha például reggel ott vagyunk, és ez a nagyon sűrű elme energia van, akkor föltetjük azt a kérdést, hogy mire van itt a tér? Vagy mire van itt az idő?
Mert ez nem arról szól, hogy valamit most azonnal ezt és ezt meg kell csinálnunk, mert valószínűleg már mindenki tapasztalta azt, hogy nem attól leszünk sikeresek, meg nem attól fog előre mozdulni feltétlenül az életünk, hogy 15 dolgot megcsinálunk egy nap, hanem lehet, hogy valamikor megcsinálunk egy apró dolgot, és azzal minden megváltozik. Lehet, hogy azért, hogy beszéljünk valakivel telefonon, lehet, hogy azért, hogy küldjünk el egy e-mailt, és ez úgy mindent magától belendít. És az elménk nyilván a legjobb módon próbál megvalósítani dolgokat, de mi van akkor, hogyha olyan módon használjuk az elmét, hogy például a munkánkba tudjuk használni, de az, hogy így ráhangolódjunk meg, hogy energiába előre menjünk és a következő szintre lépjünk, ahhoz ezt el kell engedni. És hogyha föltesszük ezt a kérdést reggel, hogy mire van itt most a tér, akkor így elkezdenek megjelenni dolgok, elkezdenek pingelni dolgok, és sokszor ezek egyáltalán nem logikusak. És az elménk mondja, hogy jaj, hát ez dehogy, ezt ne csináljam, ez is, ez sokkal fontosabb. Na és érdemes ezt kipróbálni, és én is azt veszem észre, hogy amióta így működöm, hogy reggel inkább egy kérdést teszek fel, mint sem, hogy már előre eldöntöm, hogy milyen legfontosabb dolog, mert a helyzet az, hogy ezek mindig meg fognak változni, szóval mindig lesz ott az adott időpontban valamire ott a tér. Mert lehet, hogy például egy adott feladatot próbálunk magunkra erőszakolni, és mondjuk csináljuk 5 óráig, valamikor meg pontosan ugyanaz a feladat fél óra alatt megvan. Azért, mert egyszerűen ott volt rá a tér, hogy létrehozzuk a dolgot, megvalósítsunk, kitaláljunk valamit, adjunk valaminek egy címet, vagy éppen beszéljünk valakivel. És hogyha reggel ezt föltesszük ezt a kérdést, hogy mire van itt a tér, vagy akár napközben föltesszük ezt a kérdést, amikor így picit elakadva érezzük magunkat, amikor így picit bennünk van a frusztráció, akkor megjelenik valami, és érdemes ezt követnünk. Aztán a következő kérdés, hogyha szeretnénk kilépni így elmének a zajából, és nem csak az elmével megoldani a dolgot, az pedig az, hogy milyen potenciált rejtegetek, ami túl van az elmémen. És itt megint az energiakövedésre hangolódunk rá. Mert sokszor, hogyha valamilyen kihívásunk van az életben, akkor az nem azt jelenti, hogy mi hülyék vagyunk az adott területen, hanem lehet, hogy például van vele valamilyen potenciálunk. Lehet például ez mondjuk a pénzzel, hogyha valaki annyira nem jó a pénzügyekbe, az lehet, hogy éppen azért van, mert rejtegeti ezt a potenciált, ami még eddig nem tudott megmutatkozni. És hogyha föltesszük ezt a kérdést, és nem csak úgy, hogy föltesszük és akkor várjuk rá választ, hanem úgy mindennapokban ott tartjuk, hogy milyen potenciált rejtegetek. Na, univerzum, mutasd. És akkor jönnek olyan helyzetek, ahol ez meg tudnak mutatkozni, és lehet, hogy kiderülnek, hogy csak az elménkkel gondoltuk azt, hogy mi nem vagyunk jók az adott dologban. És ez lehet bármi, lehet a vállalkozásépítés, biznisz, bármi, hisz mennyien vannak úgy, hogy ők azt gondolják magukról, hogy ők annyira nem ügyesek a bizniszbe, holott nekik teljesen más útjuk lenne, mint bárki másnak, mint akitől mondjuk tanulták a bizniszt. És rengeteg nézőpontot fölveszünk a külvilágból, rengeteg nézőpontot beveszünk másoktól, és ez a kérdés, hogy milyen potenciált rejtegetek, ami túl van az elmémen, túl van a gondolkodásomon, így elő tudjuk hozni a saját belső tudásunkat, és nem mások tapasztalataira fogunk építeni, hanem hogyha például még senkit nem láttunk volna kapcsolódni, vagy a pénzzel bánni, akkor nekünk mi az, ami igaz, nekünk mi az, ami könnyű, és hogyan tudjuk előhúzni azt a varázslatunkat, ami csak rajtunk keresztül tud megjelenni, és csak rajtunk keresztül tud megnyilvánulni. És még végül egy harmadik dolog, amit szintén érdemes itt tartani az életünkben, az pedig az, hogy tűnődjünk el azon, hogy milyen lenne az életünk, hogyha nem próbálnánk meg mindent kitalálni. Mert a helyzet az, hogy a gondolkodás az rohadtul fárasztó. Szerintem rengetegen tapasztaltátok már ti is azt, hogy valamit próbáltok megoldani, és akkor egy idő után elfáradunk, aztán akkor lefekszünk a kanapére, és elkezdünk Netflixezni, Instagramot pörgetni, bármit, egyszerűen elfogy ez a kapacitásunk. Emellett van az is, amikor úgy lehet, hogy éppen szabadságon vagyunk, hogy elengedjük a dolgokat, és úgy minden magától folyik, így minden flow-ba van. És hát tényleg milyen lenne az életünk, hogyha nem próbálnánk meg mindent kitalálni, hanem az rendben van, hogyha hagyunk opciókat az életünkben, hogy lehet, hogy például tervezzük, hogy este elmegyünk valahova, de ott hagyjuk azt a szabadságot is, hogy teljesen mást az energia, és nem leszünk ott egy programon. Mert hát ugyebár mennyiszer van olyan is, hogy nem is volt betervezve valamilyen program, egyszer csak megjelenik, és akkor életünk estéje lesz belőle. És mennyiszer volt olyan, hogy valamilyen programot mondjuk nagyon vártunk, elmentünk oda, aztán nem is olyan lett, mint azt terveztük. És ez, hogyha
nem próbáljuk meg kitalálni a dolgokat, hanem az egész életünk átalakul egy energiakövetésé kezdve a feladatokon át, hogy kérdésbe vagyunk, hogy mire van itt most a tér, és akkor sokkal gyorsabban valósulnak meg a dolgok. Vagy az, hogy milyen eddig fel nem fedezett potenciáljaink vannak, például a bizniszben. Hogyan tudom én úgy csinálni a bizniszt, mint senki más. És pont ettől lesz nagyon izgalmas, pont ettől lesz nagyon érdekes. És ugye a múlt heti podcast adásban is volt szó az ötletekről, azt érdemes visszahallgatni, és hogy tényleg úgy tudjuk ezeket előtérbe hozni az életünkben, hogy kérdésben vagyunk. És végül pedig, hogy milyen lenne az életünk, hogyha nem próbálnánk meg mindent kitalálni, hanem tudnánk menni az energiával, és nem csak így a mindennapokban, hanem ugyanúgy a bizniszbe és ugyanúgy a kapcsolatokba, és egyszerűen azt követni, ami számunkra könnyű, amiben ott van a tér, amiben ott van az áramlás, amiben mi szintisztán jól érezzük magunkat. Bízom benne, hogy tetszett ez az epizód, és egy kicsit segített abba, hogy túlnézzünk az elmén, és elkezdjük próbálgatni, elkezdjünk átállni erre az újfajta működésre. Köszi a figyelmet, jövő héten is jövünk az új epizóddal. Sziasztok!